Sziasztok! Képzeljétek el, hogy megint kutyaszitterek leszünk, tehát elmegyünk meglátogatni egy kedves ismerősünket, akiknél kis kutyák születtek. Már voltunk egyszer náluk korábban is, egy pár hete, mikor éppen megszülettek, ilyen kis morzsalékok voltak, tehát itt látszik, hogy mekkorák voltak, elképesztően kis picikék. Most viszont már nagyobbak, 8 vagy 10 hetesek. És milyen kutyusok ezek? Dalmaták. Dalmaták, ezek a kis pöttyösek, tudjátok, ismeritek ezt a kutyafajtát, ha láttátok azt a mesét, a 101 kiskutyát. Na hát, ezek a kis pöttyös, fehér, fekete, pöttyös kiskutyák. És ennél az ismerősünknél, én nem is tudom, hány kiskutya született? Neked megvan ez az adat, hogy hányan? Több mint 10, 13 körül. Igen, szóval nagyon sok kiskutya, de annyira aranyosak, olyan kedvesek és olyan játékosak. És elmentünk gyorsan meglátogatni őket, mert ugye gazdára találnak ezek a kiskutyák, tehát pont az utolsó nap tudtunk oda menni, mikor még ott voltak, mert már másnap vitték el őket a gazdáik. Ti tudtátok-e azt a történetet, hogy a dalmatáknál nem mindegyik kiskutya felel meg a szabványnak? Hogy is van ez? Hogy melyik az, amelyik nem felel meg? Van, amelyik született olyan kiskutya itt ebben az alomban, akinek teljesen fekete volt a füle, elvileg az hibás. Igen. Meg volt olyan kiskutya, akinek az egyik szeme kék volt, és elvileg az is hibás. Már mind a két szeme kék volt, igen. De ez is hibás. Ráadásul pont annak a kutyusnak, akit Oliviának hívtak, mert ez az alom óbetűs kiskutyákból állt, tehát minden kiskutyának óbetűvel kezdődött a neve, és pont az a kiskutya, aminek kék szeme volt, az Olivia nevet kapta, úgyhogy Molly dajkálta az Olivia nevű kiskutyát. Én nem tudok fütyülni. Csak ilyen picit. Szia! Jaj, de szép vagy! Kaptál puszit? Jól van. Olivia, de szép vagy! Mind a kettő. És képzeljétek el, azt mondta a gazdájuk, vagy a tenyésztőjük, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, hogy a kékszemű dalmata kiskutya az hibásnak számít. Tehát vannak olyan országok, vagy mit mondott, ahol nem is lehet őket eladni, vagy mit tudom én már. Szóval, hogy nem számít szabványosnak, pedig olyan gyönyörű volt ez a kiskutya, hát nézzétek meg ezt a csodaszép kék szemét. Hát szerintünk ő volt a legszebb, már csak azért is, mert Oliviának hívják, de ugye egyébként a szeme okán is, hát milyen gyönyörű. És a másik, amiről beszélt, vagy akiről beszélt Molly, hogy a kiskutyának fekete volt a két füle, és az sem szabályos, képzeljétek el. Tehát a dalmatánál az a szabályos, ha fehér alapon fekete pöttyös vagy foltos, de ha a füle fekete vagy kék a szeme, akkor az bizony hibásnak számít. Hát most nézzétek meg ezeket a tündéri aranyos kutyákat. Hát lehet ezekre azt mondani, hogy ezek hibás kutyák? Hogy ezek nem szabványos kutyák? Hát hogy? Olyan, és annyira kedvesek, olyan aranyosak. Szóval tényleg nagyon köszönjük így utólag is a lehetőséget, hogy meglátogathattuk ezeket a kis bébi kutyákat, mert annyira aranyosak voltak, és hát mint mondtam, az utolsó percben mentünk, mert másnap már elvitték őket. Nem csak ez az egy kalandunk volt mostanában kis kutyákkal, illetve az elmúlt pár évben, hanem volt még másik kettő is, ezek régebbi videókban már szerepeltek ezek az anyagok, tehát ha már láttátok őket, akkor nektek ez már nem lesz olyan nagy újdonság, de aki esetleg nem látta volna, egyszer voltunk Judyéknál, tudjátok az énekesnő Judyéknál, amikor a két kiskutyát elhozták, hát tündéri. Tehát ha gondoljátok, akkor abból a videóban most ide beteszünk egy rövid kis összefoglalót, hogy ti is lássátok, hogy milyen aranyosak voltak Judyék kutyái, ez körülbelül 2 évvel ezelőtt volt. Akkor már indulunk is, indulunk kutyanézőbe, meg kutyaszitterkedni, és nagyon izgatottak vagyunk, mert ahogy már említettem, két kis inci-finci pici kutyuskáról van szó. Hát ti tündérek vagytok, komolyan. Sziasztok! És hogy tűri? Ez egy meredek kis bozom. Hát még nagyon kislányok vagytok, 8 hetes. De mind a ketten kislányok, ugye? Nézzen, milyen jól megcsinálják a lakást. Júj, összeszokták pislantani itt a dolgot? Hát persze. Jaj, Istenem, mint két kis csecsemő. Az a kis papa. Jaj, nézd oda, nézd oda. Hát sziasztok. Mint benne a kiságyban két baba. A cipőket ide hozták. Itt semmi bajuk a cipőknek, de így kupacba, itt, tehát ebben még cipő. Ja, akkor azért vagy mesztéllább, már látom, hát már nincs cipő. Cipő. Nincs cipő. Ja, hát van külön ágyacskátok, hát persze. Nem osztozik, ugye? De még milyen édesek, hogy nem egyforma színük van. Gyere, ez az, az egyik egy kakaós kalács, a másik meg vaníliás, vagy diós. Briós. Briós. Így, és akkor így fekszenek, és így szoktunk elaludni. Komolyan, így nézitek a tévét, megalszotok?
Jaj, de cuki. Hát ez tüneményes. És mekkorák lesznek? Nagyon nagyra nőnek? Nem, ezek törpe uszkák. Picikék maradnak? Kis picikék, meg kislányok is. Ilyen nem sokkal nagyobbak. Húha. Most megy a játék, megy a játék. Várjál, Judika? Ajaj, ajaj. Hát megjöttél ide hozzánk? Menj oda Mollyhoz. Azaz. Bújj bele az ölébe. Azaz. Te meg gyere az enyémbe. Gyere. Gyere ide, Nyuszi. Gyere ide. Szia. Szia. Jajaj, kis harabdálás azért van még, egy kis harabdálás, de csak olyan finom, jaj, de édes vagy. Van a... Jajajajajaj, ez megy a harabdálás, oda néz, megy a harabdálás, egyszerre ketten. Mosolyogja szépen. Jó, de szündőre voltak te. Megeszi az ujjamat. Nem, most csak nyalogatja. Most meg már harabd. Jaj, de jó, azért egy picit már erős. Hé, hey, Mariska! Megijesztek én. Kicsit jobban beleharapod. Szia! Kaptam puszit? Áááá! Egyszerre két ujjamat harapják. Az egyik a kis ujjamat, másik pedig a hüvelyk ujjamat. Igaz, igaz? Kicsit a... Na, hello! Nem baj, ha picit megrágdossa a kis ujjadat, Mollikám. Nem bántja, csak megkóstolgatja. Szívedet. Puszi, hello. Puszi. Képzeld el, már elneveztem a kutyusokat. Ő Sári, ő meg Bori. De ennek nem kell így lennie, csak így elsőre olyan Sáris meg Boris. Jajajajaj, nincs veszekedés, kislányok. Most pedig egy másik baráti családhoz mentünk, hogy az interkedni. Puszi. Kit látsz? Kit látsz? Sziasztok! Megint egy nagyon érdekes kaland veszi kezdetét. Megint kutyaszitterek leszünk, kutyabébiszitterek. Most nem egy kutyuskára meg kettőre fogunk vigyázni, hanem négyre. Négy kis tündéri, ilyen plüss maci kutya kinézetű kis kutyuskákra. Hát jó napot kívánok! Itt vannak a gyönyörű szép kisgyerekek. Jaj, te már fel is vagy öltözve. Jaj, szia! Szia! Mutatkozzál be szépen. Téged hogy hívnak? És ez a szépség... Kokoa. De olyan is a színed, ilyen kakaó színed van. Kisfiú, szia! Olyan édes arcuk van, hogy elképesztő. Micsoda kabátod van, azt a mindenit. Nagyon divatos vagy. Micsoda jackid van? Hát esküszöm, hogy elfogadnék ilyet emberben, ember jackiben. Neked még kapucnid is van. Elképesztő. Hát és milyen kis türelmes vagy, hogy tűröd, hogy én itt a fejedre tegyem a kapucnit. Levehetjük ám, hogyha szeretnéd. Hát gyönyörű vagy. Ilyen kis csontmintás. Nagyon csini vagy. Tehát ez annyira olyan, mint egy baba, hogyha én ezt lefektetem anyát, akkor így is. Akkor úgy marad? Igen. Jaj, tényleg, mint egy baba. Te édes vagy. Jaj, hát így már nem. Így már nem kell fáradnod. Jó, nagyon kényelmes így neked. Meg jó meleg. Jaj, de jó, megy a szerkóthoz. Indulásra készen a kutyusok, és még csatlakozik egy kis társuk. Puszi, kit látsz? Kit látsz? Gofri az ötödik? De jó neve van. Itt vannak a társaid, már nagyon vártak téged. Neked is micsoda ruhád van? Ilyen karácsonyos. Na, indul a menet. Az igen. Úgy is szétszaladnak. Szétszaladnak, mint a kis bolhák. De ideges vagy, ezek csak kicsi kutyusok. Nagyon jó a levegő is, olyan jó érzés így kijönni. Akár csak egy fél órára is sétálgatni, főleg egy ilyen helyen. Hát azért nagyon szép helyen vagyunk itt a Dunaparton. Ide néz, oda néz meg. Na, megérkeztünk a sétából, most így a végét már hordozóba tettük meg, mert hát már ez a gazdinak is jobb. És a kutyusnak is jobb, úgyhogy mehetünk pancsizni, igaz, Pódi?
mehetünk. Elfáradtál. Most jön a pancsi. Fürcsi pancsi. Hát ez az anyag most a kis kutyákról szólt, mert mi imádjuk a kutyákat, tehát hogyha kérdezitek, hogy kutyás vagy cicásak vagyunk-e, hát mi kutyások vagyunk egyértelműen. Szerintem ez ebből az anyagból is kiderült. Úgyhogy nagyon örültünk, hogy ezeknél a kedves barátainknál voltak kiskutyák, akiket tudtunk dajkálni.